Hát jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Game Day iroda, azon belül is a Call of Duty Ghosts játék mehetünk második epizódja. Na most látok kialakulni egy rendszert a videóimban, ami nekem nagyon tetszik. Az első videóban ugye az első benyomásomat rögzítem, a másodikban elmondom, hogy úgy már belemelegedve a játékba mit gondolok róla, milyen élmény játszani. A harmadik videó végén pedig elmondom nektek, hogy folytatni fogom-e a játékot, vagy váltok. Na most... Ehhez mérten ez a második videónk, úgyhogy csapjunk is bele, és el is mondom, hogy szerintem mi a legnagyobb probléma ezzel a játékkal. A történetet nem nagyon akarom elmondani, mert azt akarom, hogy ti is átélhessétek, ahogy adja magát, viszont annyi biztos és fontos, hogy mi ugye a Ghosts nevű láthatatlan és emiatt paranormálisnak ítélt, eszméletlenül hatékony és megragadhatatlan kommandó osztag tagjai leszünk. Ehhez mérten most itt sniperkedünk és osonunk és keressük a barátunkat. Megvagy! Megjelölgetjük az autókat. Adunk nekik szép karácsonyi kivilágítást. Let's do this! És mi a szellemek, a láthatatlanok, hogyan mentjük meg a csapattársunkat? Felrobbantunk mindent! Óvatosan csak, hogy senki meg ne lásson! Szerintem észrevettek, srácok! Az árnyokban mozgunk! Mire megláttok, már túl késő! Mennyire finom mentő hadművelet ez! És ez nem rosszul sikerült hadművelet, ezt így tervezték, így működnek a láthatatlan szellemek. Ó! Oh. Gyere ide! Ah! Ne hidd, hogy nem láttalak! Nagyon rosszul bújacskázol! És most jön a kedvenc támadásom! A kutya! Gyerünk! Nem? Jó, menj a francba! A kutya átmegy mindenem! Seriously, mi folyamatosan haladunk, a kutyát egy teljes hadosztály nem tudná kiírtani. Milyen jól ismeri a terepet az öreg Rexy? Ó! Oh! Mit csináltad a kutyámmal? Seriously, te miért vagy halhatatlan? Áruld el nekem! Áruld el a titkod! Na, sniper! Szervusztok! Ah, kutya! Kész, ennyi! Totál feleslegesek érzem magam! Cs, hagyjátok békén, Riley majd kikérdezi! És miért ilyen halott a tekinteted? Ó, most már értem, miért ilyen halott a tekinteted. Call of Duty Ghosts! A láthatatlanok! A megérinthetetlenek! Az árnyakban mozgók. Bám! Tedd le! Ah. Adom, hogy két lövés leadok, és így... Azért még egy rakétát ellövök, hogyha lesz időm. Nem lekéseljük őket a sötétből, gázasítsuk el az összeset! Ja! Na, legalább egyet késeltünk, a franc vigyen el, ti rambók. Üdvözlöm a kedves egybegyűlteket. A nevem Szilmai Gergely. És szeretnék önökkel egy kicsit beszélgetni a tömegmészárlásról. Király! Okay, let's do this. Let us do this. Let me do this! Woo! Bully van! Yes! Breach! A kedvencem. Srácok, ez kell? Neszek. Egy, két, hát, mindenki meghalt. Két gyerek apja! Három gyerek apja! Ez az utolsó munkanapja! Ajax lassan zombivá válik. Ennyi volt a gyász, menjünk tovább! Remote Sniper! Ez hazudnak, azt hazudják nekem, hogy ez Remote Sniper, de ez igazából egy légvédelmi ágyú. Te hova futsz? Ne fuss sehova. Egy, kettő, véletlenül se akarom szétlőni a helikoptert, amivel elszaladunk. Na, ez egy igazi stealth mission volt. Jó, hát ti elmentetek, én azért még azért itt gyilkolászom. Hoppa, az ott pont megpróbálta menteni a
bátyját, meghalt. Ő is meghalt. Ő is meghalt. Nagyon szofisztikáltan beteg ez a játék egyébként, ahogy visszanyúl a gyilkoláshoz. Szóval körülbelül ennyi az, ami igazából hiányolok itt. Megújulhatott volna Call of Duty, tehát nem csak változatos módokon gyilkolhatunk volna embereket, hanem lehetett volna a játékmenetben is valami változás. Én legalábbis ezt reméltem ettől a kifejezetten rövid és agresszív sebességű kampánytól. Egyelőre nem látok ebbe semmit. Erre így most jöttetek rá, hogy mi barátok vagyunk, miután leszálltunk a bázisotok közepére, ti szerencsétlenek. Végre lekopog a Rexie. Kezd kicsit túlértékelődni ez a kutya. Ha rászerelnek a hátra egy aknavetőt, végeztem. Normandiai partaszállás 2. Most akkor, hogyha ez a normandiai partaszállás, akkor mi vagyunk a nácik. Ez egy megnyugtató élmény. Visszavonulás, nem! Nem menekültem! Amerika! Sandra Bullock, mit csinálsz már megint? Na, ez lejön. Ez lejön. Woohoo! 16 évvel később. És ismét egy előre leanimált eseménysorzat, ismét egy vérontás. Persze ez egy háborús játéknál annyira nem meglepő, de például ez itt konkrétan ugyanúgy néz ki, mint a Black Opsnak a vietnámi része az árkokban. Egyszerűen csak redundánsnak érzem, már maga a játék se tud annyira új területeket behozni, ahol embereket ölhetünk. Tényleg nagyon érződik, hogy ez a sorozatnak a 67. része. Már igazán nem kell próbálkozni. És igazából, ha már itt tartunk, a fegyverek terése érzek olyan kolosszális különbséget, mert persze máshogy rúgnak vissza, kicsit gyorsabban, lassabban tüzel, de a 16 féle gépüska között gyakorlatilag semmi különbséget nem érzek. Úgy mennék már egy ilyen tridente és egy hálóval, vagy valami. De tényleg, most nézzük meg, akkor felveszek egy másikat, és ezen kicsit más milyen lesz a visszarúgás, lassabban tüzel, gyorsabban kell újra tölteni egész. Remek, Red Dot Sight-os, azt szeressük. Ez kicsit brutálisan. De úgy ismét igazából csak a profi játékosok érezhetik itt a különbséget. A játék élményhez ismét csak egyik új fegyver se ad nagyon sokat hozzá, kivéve ugye az ilyen specializált cuccok, mint a drónok. Vagy a kutya! Na, te akkor. Srácok, nem fogok hazudni, ez pontosan ugyanolyan, mint a többi Call of Duty játék, amivel játszottam játékélmény terén. A sorozat rajongói valószínűleg élvezni fogják ezt is, ugyanúgy, mint minden más, amit eddig kiadtak, de aki nem sikerült meggyőzni ezzel a játékmenettel eddig, az valószínűleg a továbbiakban se fog olyan grandiózus változásokat látni, amitől azt mondja, hogy jó, leteszem azt a Heavy Rain, nekem ez kell. Tényleg egyébként ezek a drónok se igazából túlságosan másak, csak más a célkereszt.